Ezt én egy éve megmondtam, hogy ha valaki olimpiát akar nyerni az én számomban, az bizony világos keresztbe is jött. Ezt én tudtam, de nem gondoltam azt, hogy, ennyire előtt a személyzőt. Tehát azért olyan mezőny alakult ki nálunk, itt a csinálval, az angolok, az amerikaiakkal, hogy ez bizony nagyon nehéz volt, de szerencsére mentálisan tudtam nagyon felülkerekedni szerintem a többieken, és ez volt a kérdés. Igazából szerintem a többiek arra számítottak, hogy majd csak a végén fogok robbantani, és ott fogok hajrázni, és próbáltak az én saját fegyveremmel legyőzni. Talán picit meg tudtam őket látni, már az elején is egy elég erős tempót tudtam diktálni. Ez lehetett szerintem a kulcspont 100-150 méterig. Az, hogy mit vártak el tőlem, persze fontos volt, de azért a saját elvárásaim azok még fontosabbak voltak, mert az életem legjobb ideje volt számomra kitűzött cél. Persze jó lett volna aranyat nyerni, meg minden, de azért elsősorban az volt a célom, hogy életem legjobb idejét úszom titkon, említettem persze, hogy azért ez aranyérem, ez is elegendő lehet, és szerencsés. Nagyon sok munka volt még pluszba esténként az, hogy azokat a paneleket úgy be tudjam gyakorolni, amik majd engem érhetnek esetleg egy olimpián döntőbe, vagy esetleg hogy kell reagálni másoknak a taktikájára, amire esetleg még nem számítunk. Szerencsére sikerült teljes mértékben azt hoznom, amit begyakoroltam.